Szevasztok! Szép estét kívánok, üdvözlök mindenkit! Belóg az internet kábel a képbe. Ott, azon megyek ki. Ez egy 25 méteres vezeték egyébként. Na mindegy. Üdvözlök mindenkit, szép estét! Rég volt stream, nagyon. Múlt héten... bugokat vadáztam. És hát azt tudjátok milyen. Az ember leül és keres. De meg lett, ki is javítottam, úgyhogy most is bugvadászat lesz? Nagyon jó. Az a szerencsé, nem a Starfield kódjába kell keresnünk a bugokat, hanem csak úgy menet közben. De ez inkább testing, mint bug fixing. Na mindegy, megvett a bug, aztán lett másik, szóval... Na nem amiatt, mert ugye nem quick fix volt, hanem rendes. Úgyhogy, ja. Na mindegy, a lényeg, hogy most már itt vagyok, és most megpróbálunk beállni erre a heti 3 kötőjel 4 streamre. Így hétköznapokon 3, plusz egy hétvégi. De a heti 3 az olyan, hogy lehet, hogy csak 2 lesz. A hétvégén mindenképp próbálok egyet. Mindenképp, vagy szombaton, vagy vasárnap. De ja, a hétköznap az 2 vagy 3. Igyekszek beállni erre, hogy tényleg haladjunk a játékokkal. Mert tényleg sok van, sokat ígértem, és szeretném tartani is. Ugye itt van a Starfield, pörög a Dark Souls, azóta kiderült számomra, hogy a Lies of P-vel mindenképp fogunk játszani, mert mindenképp, valószínű PS-en egyébként, mert igyekszem majd, csak úgy végig gondoltam, hogy hogyan kéne dolgokat csinálni, és lehet, hogy a legtöbb game PS-ről fog menni most már, legalábbis az újak mindenképp, tehát nyilván ilyen, ugye amit így ígéretben van a Bloodborne, az mindenképp ott megy, mert nincs máshol. Dark Souls 3 az PC-n megy, mert ott van, itt van meg, de mondjuk annak mindegy, mert nem lesz ott, biztos nem lesz teljesítménypara. De mondom, már Lies of P is olyan, hogy nem tették bele sajnos PS előfizuba a Lies of P-t, egyelőre legalábbis nem. Nem mostanában fogunk vele játszani, ezeket a játékokat, amik most mennek, végig akarom vinni, és akkor utána megnézzük. Nem tartom kizártnak, hogy később bekerül, azt se tartom kizártnak, hogy még akár bekerül egy ilyen akciós free, monthly free game-be, bár az még szerintem később lesz. Úgyhogy, de mindegy, én már annak is örülnék, ha belekerülne a előfizuba, akár kedvezményesen is, tehát mit tudom én, ilyen fél áron van. Na, az is már szuper lenne. Amúgy valamiért csak a magyar sztorból tudok vásárolni. Fogalmam sincs, hogy miért. És ott pedig átszámítva 45 font a game, szóval annyira nem vészes, de azért... Na. Na mindegy, a lényeg, hogy ezentúl valószínű többet fogunk PS-ről játszani. Ha olyan a game, hogy megvan PS-em. Na. Ma viszont Starfield-ezni fogunk, és azt fogjuk folytatni. Már nem is emlékszem, hogy hol hagytuk abba, megmondom őszintén. Úgyhogy én azt mondom, hogy nézzük is. Andival megyünk. Hát 5 óra 43 perc van a gameben. Azért az valljuk, hogy nem sok. És szeptember 13-án játszottunk. Az már 3 hete. De jó Isten. Na jó, menjem. Ha hangos vagy halk, vagy ilyesmi, akkor szóljatok. Bár úgy is szóltok. Anélkül is, hogy kérném. Ó, tudom. Oké. Tudom. Morris is rank with resources, which means there's always going to be plenty of work.
least I've got more than enough work to complete before I can go home. Go me. I could never leave these people behind. Their continued success is my life's work. Hello there. Do I know you? I'm Ondi. I work for Lulu. Próbáljam ki a Star UI modot. Sokat dubal út rendszeren. Utána nézek majd. How odd that we both thought we knew each other. I'm Leona Hawks, Deimos Star Yard's corporate liaison. Anyone who deals with our office likely deals with me at some point. I suppose I'll be seeing you around. We've been contracted with the UC for decades to provide military-focused crafts for the entire fleet. It makes sense that they trust us, as Deimos is the oldest standing ship manufacturer in the settled systems. We were responsible for some of the major advancements in grav drive technology since the early days of its existence, so our legacy is strong. Mm-hmm. I coordinate between Deimos Corporate and the other operations, such as the Star Yard itself, and the mining operations here on Cydonia. Deimos Star Yard's corporation is a complex entity, given that the different divisions have different goals and priorities. My job is to make sure those are all in alignment. Okay. Okay, ladies. Drinks? Don't have to ask me twice. Már is Edith Adri csak körbe beszélgetek itt. Azt mondja, menjek a HR-re. Always something to do around here. Yes. I'm looking for work. You hiring? Oh, okay. I'm a propulsion specialist, so I can help you squeeze a bit more juice out of your ship's engines. Ha netán kéne. Okay. Te? Payload specialist. If you're hiring, I could really use the work. Not this time. Ő is, csak egy citizen. Ő Jack, ő meg egy bányász. Outpost Engineering, oké, akkor itt is tudunk majd embereket fölvenni, hogyha Phil? Oh, hello there, friend. Have you been there long? Between you and me, I'm pretty tuckered. When that stack of papers was smaller, I might have used it as a pillow. Whew. Was I asleep? Oh, you've probably been standing there for a while. What? Oh, heavens no. These bags under my eyes are just... how I look? Okay, you got me. I am pretty tired. But I can do this. But, oh my, I've forgotten my manners. Phil Hill, at your service. Yes, it rhymes. My parents had a thing about rhyming. My siblings are named Bill, Jill, and Sill. The Hills. What a thrill. But there I go again. You aren't here to talk about me. You're here to talk about List. Sounds like we're about to hear a sales pitch. Milyen lista? You know, silly. List. The League of Independent Settlers? Do I detect a glint of recognition in your eyes? I think so. How can I help make today your very best day? Fogalmam sincs, hogy miről beszél. Why, we help people. We get folks set up and able to start new lives and new places free of governmental interference. We survey the stars, find suitable places matching people's needs, and get folks started with the essentials. I don't suppose you have a ship? Interested in earning some easy credits? Why not? That's terrific, because I have a lot of work needing doing. This stack of papers here, these are just the most recent applicants looking for new worlds to settle on. Everywhere I go, people are
really excited about the prospects of living a truly free life, living where and how they want to. I've got a cargo hold full of stacks, just like that. Oh boy. That's not our problem. Oh, of course not. I wouldn't make you do my paperwork for me. Although, I wouldn't mind the help. Oh, that's just a few applications worth. That's what the human touch looks like. No impersonal computer surveys or security breaches to compromise your private information. Just me and some good old-fashioned ink and paper. Every applicant gets a battery of in-person interviews and has every step of their application completed and carefully reviewed to ensure their particular requirements for the ideal location are understood and met to perfection. Try getting that from the UC or Freestar resettlement programs. Used to have an office on Aquila, but, you know, budget cuts. But it turned out for the best. Now they send me all over settled space where I can interface directly with the people. I'm a okay. People person, as you can probably already tell. Tehát ilyen telepeseket küld ide-oda, amoda? Vagy? Ilyesmi? Not to worry. The mountains of papers are my responsibility. We're looking for folks with ships and or basic people skills to seek out suitable planets and leads on potential clients. Ah, okay. Tehát akkor kellenének ilyen világok, ahova lehet menni. You know, I can tell that you do, just by the little we've interacted already. Most importantly, we need to collect data on habitable planets. The more habitable, the better. Oh, oké. Okay. Tehát akkor ilyen infót kell gyűjteni neki különböző bolygókról. Oké. Secondly, we're always looking for new applicants. So, as you travel around meeting people, when the occasion arises, see if you can interest them in signing up for the list. I'm pretty sure I overheard some okay. people in here talking about wanting to start a new life. Why don't you start with them? Bring any suitable planet survey data slates to me, and I'll happily pay you for it. Ó, tehát akkor fizetés érte. And you'll also earn an immediate commission for each interested party who signs up for the list. So get on out there and make truly independent living a dream come true, and turn a few credits while you're at it. okay. I am glad you asked. List provides members with a few tangible benefits and a few intangible ones. First off, we locate an ideal location matching the needs and desires of our members. After that, we provide transportation, as well as a starter set, including basic hab modules, extractors, and seeds for farming, etc. Everything needed to get off to a good start. Then we set up a small encrypted satellite to aid communication between distant neighbors and the rare list ship that swings by the sector to offer aid and trade supplies if desired. But more importantly, List provides its members the satisfaction of living on their own and on their own terms, independent and free from harassment and governmental interference. MLM-esnek tűnik Nevermind. Hát, kicsit olyan, csak azok sokkal több bullshit-et nyomnak. Excellent. Thank you for any assistance you can lend us. Whoops, nearly forgot. Take this. Oké. Okay. Jó, akkor ez egy mission. Hello, stopsoros. Valami baj van, várjátok majd percet. Bocsi. Oké. Okay. Na, én közben megnézném, hogy mi is az izé. Ugye a main questünk az az, hogy menjünk a Vénuszra. Szerencsére az nincs olyan messze. Legalábbis innen. Tulajdonképpen két megálló a Waterloo irányába. Oké, okay, akkor van egy faction. Oké. Okay.
Vannak ilyen küldjeink. Oké, jó. És akkor ez is egy ilyen egyéb küldetés lett. Oké. Ó, hát menjünk egyelőre a main-nel, most héten jobb ötletem nincsen. Many people think psychology is only good for treating past emotional trauma, but it's a great way to prevent it in the first place. Okay. I haven't had a day off in 3 years. Jó, igen, most már emlékszem, hogy ez is egy ilyen hub. Most mi történik? Valami aktiválódott a questek között, de fogalmam sincs, hogy mi. Ó. Oké, véletlenül belehallgattunk egy beszélgetésbe. Jó, és akkor most ide jövünk, és akkor tudjuk mondani? Na mindegy. Jó, menjünk szerintem. Az űrállomásokon a keletkező por nagy része az emberek bőre. A friend offered me a nice cushy office job, but I'm making double out here in the Sedonia mines. Jokes on them. Gratulálok. Oké. You can tough it out on Mars. You can tough it out anywhere. Igen, most a Marson vagyunk. Jó, oké, most már kezdem érteni. Mondjuk itt a Marson másonnan is van. Van por azért. Rajtunk van a cucc, ugye? Mindjárt kiderül. Igen, itt éppen találkoztunk Muskkal. Nem voltál itt. Ja, bizonyára rajtunk van a cucc. Itt azért már lennének légzési gondjaim. Sarah? Oké. A map az változott valamit? Én nem tudom, ki gondolta, hogy ez így jó lesz. Hogy ilyen pont felhő a map. Na mindegy. Nem. Ide-vissza. Igen, ez ismerős ez a... Ez a rendszer. És akkor... go to Venus. Ide? Gondolom. Set course to Venus? Yes. Travel. We are ready to depart. Hello, what do we have here? See that cluster of ships? Varun Zealots. You ever run into one? I'll let you guess what happens if they spot us. No idea. They appear and attack people seemingly at random. House Varun technically has diplomatic ties to the other factions, but the Zealots are outside of their control. Or so they say. No, but I think I see something else that might. There's a UC satellite beacon hovering distressingly close to those Varun ships. If we
we can get close enough to it, we could download its logs and figure out where our vanguard was heading to next. Exactly. Minimal ship power. Go slow. We grab the data on that satellite and jump away. Okay, minimal ship power. Tehát le kell hallgatnunk valamilyen adást a műholdon. Vagy mi? Minimal ship power to avoid detection. Weapons and shields are easier to detect. méterre meg kell közelítenünk. Hogy is kellett? Oh, great serpent. Bless this communion that we may walk in Janan Verun's footsteps. That he jumped from the soul system out into the beyond. Touched your magnificence. That he learned the truth of the shrouding, the coming eternal embrace. That you will reward the promised and cast the accursed into shadow. Hírja vajon, hogy milyen messze van? Nem látom sehol. Na mindegy, szép lassan oda csorgunk. Ó, minden rendben van, Shady Drip. Hosszú hét volt a múlt hét. Sok bugfix, meg agyalni, ilyen módszertani dolgon is. Szóval gyakorlatilag hétfőtől szombatig pörgött. Elég masszívan a meló. Volt pár meeting is. Volt óratartás, úgyhogy megtartottam az első órákat itt. Úgyhogy... Stopsoros, ez akadémia, itt nincs overtime. Itt úgymond legörgeted azzal, hogy nem dolgozol. Különösebben nem számoltam, de szerintem egy nap így összejött kb. Amint majdnem dolgozok. Úgyhogy... Tehát valamelyik nap majd így, ami olyan nyugisabb, így... Mint ahogy elmegyek... elmegyek semmit csinálni. Úgyhogy... de, ja, hát jól viselkedtek a diákok, persze. Jók voltak. Hát nem tudom, hogy lehet-e streamelni az órákat. Igazából a technika lehetővé tenné, mert... amilyen tantermekben voltam... elég komoly felszereltség, tehát... tényleg brutál. De mindegy, a lényeg, hogy rendben volt, rendben ment, igazából tényleg minden nagyon simán ment, úgyhogy ez mindenképp örömteli. De ja, azért fárasztó, tehát több dologra koncentrálni, az mindig fárasztó. Úgyhogy, ja, de amúgy tényleg rendben ment minden, hallgatók csinálták. Hát picit én sokaltam a tennivalót, amit így a hallgatókra kellett bízni, úgymond. Mert ilyen Jupyter notebookokat készítettünk elő, és kicsit szerintem több volt a gyakorló feladat a anyagban, mint kéne. De cserébe lepörgettem a prezentációt, szóval... igazából maradt idejük. De nekem, az én ízlésemnek egy kicsit sok volt a feladat. Press E to cycle... mi? Satellite beacon. Oké. Oké, ennyi.
Jó, és akkor most osonjunk el. Gondolom. Mi az óra, amit tartok? Hú, ez... Hát ez az a neve, hogy Machine Learning for Biomedical Applications. De ezt nem csak én tartom. Tehát ez nagyon érdekesen van így, hogy itt föl vannak osztva a hetek, hogy ki mit tart. És hát valamit én tartok, valamit a főnököm, valamit meg egy harmadik lecturer. Go to Nova Galactic Star Yard. Okay. És és tehát tulajdonképpen így felosztjuk egymás között, és így tartjuk. Mondom, teljesen más, hogy működik itt, mint otthon. Tehát teljesen más, hogy működik, és hát egész jó. Azt kell, hogy mondjam, egyelőre tetszik a dolog. Van ilyen sima prezentáció, sima lecture, ami most ugye az első héten például nem volt, mert egy ilyen Python introduction volt, ugye machine learningben elég sokat fogják használni ezen a kurzuson. Tehát gyakorlatilag csak Pythonozni fognak végig, és kellett egy ilyen kis bevezetés, és tulajdonképpen ez egy ilyen gyakorlati óra volt mindkettő. Hát hétfőn volt egy, meg szerdán. A hétfőn volt olyan, hát 50 hallgató, szerdai meg olyan 40. Egy rohadt nagy számítógépes laborba. Menő volt nagyon, de hát mindegy, máshogy működik egy kicsit. Jó, na mit akarunk itt? Szere? Jó helyen vagyunk egyébként. Nem tudom, hogy... Go to Nova Galactic Shipyard. Show on map. Nem ide kellett jönni. De mindegy, most azért csak kinézünk. I can't even imagine to tell you the number of inhospitable worlds like these that I've visited. Hello. Corrosive environment, azt mondja. Extreme ambient heat. Hát pont a fejemtől nem láttátok. Akkor lehet, hogy ez egy másfajta ruha kell majd. Miért nem látom a... Nem értem. Most melyik a Science Outpost? Az. Gondolom. Megnézzük. Ó, se itt az ezzel nincsen gond. Ez ilyen... Ilyen biznisz, vagy hogy mondjam, hogy... Például ezeket az órákat most a főnököm helyett tartottam meg. Mert ez az ő melója lett volna, úgymond. Viszont cserébe, hogy én megtartottam az órát, ő írt részeket. Írt részeket a pályázatba, amit írunk. Mivel veszem elő a... Nem ezt.
Igen, ezt. Most azt írtak ki, hogy steel. Nem az, hogy ték. Így sem voltunk. Cserébe, ha egyszer nem érsz rá, akkor jöhet a főnököt streamelni. Ott van egy ember. Ember. Na mondjuk azt nem tudom, hogy ő mely... Azt nem tudom, hogy ő mennyire, mekkora gamer, hogy őszinte legyek. Hello, mate. Generating suitable greeting. Hello, traveler. Cheers. Because I do not experience boredom, I excel in the performance of menial tasks. I'm glad someone came along. We could really use your help. A band of space. Medical zoologist. They'll take anything they can get their hands on. They could be back at any time. Help us put a stop to this, please. Elég, ha beül egy jacuzziba egy felfújható flamingóval. Oké. Oh, that's great. Thank you. Hát, stopsoros, nem tudom. Azt tudom, hogy ő a bérével azért nem annyira van megelégedve. Jó. Fölvettünk egy mission, de ez most akkor hol jelent meg? Ez. Oké. Okay. Show on the map. Jó, ide kell eljönni. Defeat the spacers. In the deserted relay station. Okay, hát nem tudom, hogy meg tudjuk-e csinálni. I'm not sure how the research team expects me to sell some of this stuff. Dobtok neki majd sírt? Hát az mindenképp. I've missed outpost living. It's been a long time since I worked in the field. Láttok itt most a képen valami furcsát? Please don't touch anything. It's important that our samples stay pristine. Ez a csávó, ez kurva kemény. Az a helyzet. Nézd meg, még oda könyököl, érted? Oda könyököl. Itt van az egy 250 fok, azt így lekönyököl. Érted? Meg azt mondja, hogy ne nyúljak semmihez. Oh, bassz meg. Na jó van. Nézzük meg, mi itt a helyzet. Adhattak volna valami kocsit. Egyáltalán jó fele jövünk. Igen. Na, szóval amúgy elég tartalmas hét volt. Vasárnap meg elmentünk a kollégákkal lazítani egy futball meccsre. Megnéztük az Arsenal-Liverpool meccset az Emirates Stadiumba. Elég menő volt, bár én a focit azt messziről szoktam kerülni, de mint társadalmi esemény, vagy ilyen közösségi esemény, inkább úgy mondom, remek volt. Fontos hozzátenni, hogy női meccset néztünk, tehát...
Tehát nem voltam hajlandó kifizetni a férfi meccsért valami 150 vagy mennyi fontot. Úgyhogy... De mondom, egyébként egy nagyon színvonalas meccs volt. Azt mindenképpen lehet mondani. És egyébként a női Premier League-nek meg is dőlt a nézőcsúcsa. Ugyanis a meccsen 54 ezer néző volt, képzeljétek. Ja. Na, micsoda véletlen stopsoros tényleg, hogy a volt lakótársad is ott volt. Tényleg majdnem teltház volt. Mondom, a egyik oldalnak a felső karéja volt, csak egy kicsit olyan fokhíjas, de mondom, 54 ezer néző. Brutál. Ez egy női meccsen, gondoltok bele, hogy... Hát ugye az, hogy tavaly megnyerték az EB-t, az nyilván hatalmas lökést adott, mert hogy a angolok megnyerték az EB-t. De hát akkor is. Na, mert a hangulat nagyon kellemesén családias volt. Tehát tényleg sok ilyen kisgyerek, rengeteg fiatal. Mondom, itt akkor majd lesz lövöldözés is. De nem tudom. Amúgy... Vannak bajok. Nem biztos, hogy ez a mission, ez most itt nekünk aktuális, de mindjárt... Kéne valami fegyó. Mi a... Milyen meccsen voltam? Arsenal Liverpool. Egy paradicsom. 2. Ez nagyon fontos. Mindig legyen nálatok paradicsom. Főleg, hogyha a Vénuszra mentek. Meg ami még sokkal fontosabb, hogy törölköző legyen nálatok. Ez mindig... Ezek mi a faszt lőnek? De ez amúgy mi történt?
Azt mondja, oh my head. Nem volt betöltve a fegyver. Lövünk. Oké. So let's go. Read the secret outpost slate. Deck of cards. Okay. Társas játék. Le lehet ülni. Krumpli. Cap. Pencil case. Na jó, menjünk tovább. Tényleg érdetlen milyen mennyiséget lehet lootolni. Ez meg a fürdőszoba. Szukuláns. Oké, akkor csak a izéket visszük. A szukulánseket. Jó, mehetünk. Value per mass értéket is. Halló? Egy. Ebbe van lőszerünk? Ó, van. Ezt tőlük vettük el. Research lab. Use. In combat. Akkor még van itt valaki. Oké, van még valaki? Ó, volt itt egy barack. Itt le lehet ülni. Valaki még itt nyomatja. De hol? Ó, a kurva életbe szarad, de megijesztettél. Nem, ajól lőttelek. De hol van? Majd menjünk tovább. Milyen véleménye vagyok az ötödik elemről? Hát én nagyon-nagyon régen láttam azt a filmet. Már hogyha Bruce Willis-es ötödik elemre gondolsz. Nem tudom, vagy van-e más. Persze. Ez mi? Moonshine. Hogy ne vinnénk? Likőr. Jaj. Credits. Arra? Én szerettem azt a filmet. Nem azt mondom, hogy különösen olyan hatalmas, hogy mondjam, ilyen életigazságokat mondanak ki, de én szerettem. Ó, és akkor itt tudunk researcholni? Ja, csak ehhez még mindig nincs izénk. Old Earth Cuisine.
Beverage Development. Jó. A hetedik is jó nagyon, de... Az, én mondom, én szerettem azt a filmet, de... Inkább ilyen klasszik akciófilmnek gondolnám, és... hát azoktól meg olyan különösebben sokat nem kell várni, tehát... tehát egy jó akciófilmnak. Mondjuk akciófilmek közül nekem a Heat az, ami a... Szerintem az ilyen... Amit nem lehet überelni. Jó, próbálom megtalálni az utat, hogy merre kell tovább menni. Sarah az úgy öltözik és vetkőzik így űrruhába, hogy észre se vesszük. Hát mindegy. Notebook. Folder. Jó, hát megpróbálok akkor marker felmenni. I think you need to get rid of some of that gear. Hát erről jöttünk. Vagy már akkor meg vagyunk? Most... Ja igen, akkor meg vagyunk. Ja jó, akkor csak ennyit kellett. Akkor return. Mehetünk vissza. Sarah? Sarah? Oké. Okay. Nehogy úgy járjon, mint Maja az X-Pence-be. Papírírószer érdekel? Hogyne. Buszjegyre. A Hackers? Azt nem ismerem. Szerintem azt nem láttam. Várunk egy kicsit. Meg kifulladt a karakterünk. Sarah, te jól vagy? Fú, hát én megmondom őszintén, hogy nem tudom, hogy láttam azt a filmet. Angelina Jolie első értelmes filmje. Ja, túl sok mappa meg túl van nálam. Nyilván nem a szukkulensek a probléma. Szukkulens, az hogy van magyarul? Nem fog eszembe jutni. Hello! Take it from me, you don't want to ask anyone around here about their... Oh, you're back! I hope this means you have good news. Pozsgás, azaz. Köszönöm. Thanks for coming through for us. Please take this. It's not much, but I hope it's enough to make the trouble worth it. Thanks again. Itt is van egy nekem az ablakba egyébként. Egy ilyen pozsgás. I've heard the lead researcher lecture about evolution so many times that I might as well be a zoologist myself. It's fantastic. I can't believe I'm working at an actual research outpost. It's a dream come true. I'm just an intern for now, but someday I'll be out there with the trowel like the rest of the team.
Már most is ott vagy out there, barátom. Honnan vagy? Hey, thanks for asking. I don't get a lot of chances for small talk. I'm a new homesteader, born and raised on Titan. I couldn't get out of there fast enough. The further this job takes me from Saturn, the better. Hát, sejted, én ezt egy fényképpen meg fogom tudni oldani. It's fantastic. I can't believe I'm working at an actual research outpost. It's a dream come true. I'm just an intern. Yes, ezt megkérdeztük. Here you go. Mit van eladó? Egy szecska. Pöri. Aminósav, ha kéne. Bármikor jól jöhet. Kenok. Pancake és maple syrup. Fluffy, azt mondja. Karboxilsav. Oké. Instant oatmeal. Az igen. Plutónium. Ha kéne. Ne felejtsük el, hogy itt van. Oké. Király. Okay, have a good one. You too, mate. Take care. Tehát úgy kit ki le? Na várjatok. Nem, becsukja. Jó. Okos, okos. Érdemes előbb becsukni. I wish I'd brought my sketchbook. There are some gorgeous specimens around here. Ryujin's hoping our research will give them an avenue into the medical field. But you didn't hear that from me. Too many odds and ends. Time to let something go. Fieldwork's always been my passion. Shit. I've got magic being stuck behind the desk. We are in your debt. Hey. Nah. Is it doing well, Amit? Alien jerky. Alien sandwich. Egy sandwichet dobjunk össze. Restores 4 health. 60 energy resistance for 5 minutes. Vagy egy jó teát. Egy jó teát kéne. De ezt nem tudjuk. Mi nem tudjuk? Nincs nálunk desztillált víz. Na jó, akkor legyen egy szendvics. Confirm. Na tessék. Ennyi egy szendvics, látod? Ennyire egyszerű. Being out in the field sure beats working on my thesis paper. You the new lab rat?
Okay. It's a great day to be out in the field. Jó, hát akkor ezt... Ki is rabogatalak titeket. Jó, akkor szerintem menjünk. Gondolom itt végeztünk. A srácok, ti nagyon nem vagytok így jók. Amúgy. I miss my dear darling in New Atlantis. Oh, sorry. Didn't see you there. Amiben megakadtam. You wouldn't believe how much tranquility these scientists go through. Jó, mindegy, megcsináltunk itt egy sidequestet. Mit kéne csinálnunk? Jó, Nova Galactic Shipyard. Oké, okay, set course. Staryard, nem shipyard. De miért nem tudok... Na várjatok. Shown map. Oké. Okay. Tehát ide kéne jönni. Set course. You're carrying too much and can't fast travel. Most vissza kell menni a hajóra és ott kipakolni. Ja, ült ott a törönt monitor előtt. Lehet, hogy oda képzelte a... az eredményeit a kísérletének. Bár mondjuk egy törönt monitor előtt nem nagyon tudsz más csinálni. Csak ott tűz. Akkor sétálunk. Tehát közel mehettem volna a hajóval. Most Vasco, ja jó. Vasco azért nem jött velünk, mert Sarah jött velünk? Gondolom. Captain, greetings. Agyisten. Board. Akartam. Oké. Okay. Átöltözünk valami kényelmesbe. Azt mondja, hogy ez új, de ez ugyan... Ja, ez grey, ez meg blue. Én meg színvak vagyok. Urban efficiency attire. Ez lopott szajré, ugye? Azért rakja ide ezt a... Ja, nem látjátok.
Van itt egy ilyen piros akármicsoda. Majd rakok most már egy ilyen gyors gombot a kamera kibekapcsolásra, és akkor... Ez menő. Én azt hittem, hogy felraktam. Nem tudom, mit kellene tenni. Az uninstallon kívül, de mindjárt kitalálom. Oké. Vagy le kell venni a... Őrület. Jó, akkor nem a játék a hülye, hanem én. Na, de lehet, hogy a másik jobb. Na, várjatok. Ez ilyen formális. Igen, alatta van, oké. Ennyi. Itthon vagyunk. Jó, akkor le kéne tenni a cuccokat. Szóval transfer, inventory... pisztoly. Bashing old earth pistol. Na, ez menő. Oké, itt egy bökő. Van nálunk 6 cutter. Hát elrakunk párat. Ebből van nálunk 10. Balta. Oké, űrruha. Hát ezt most letesszük. Mert ez nekem jobban tetszik. Oké. Hát a granyó az maradjon, az jó jöhet. Ammó, éd, van ennek 18. Jó, mondjuk ebben benne van a szecska is. Oké. Okay. Jó. Ezeket majd el kéne olvasni. Resources, ezt is letesszük. Egyebek. Társas játék. Ez a kaja, amit loptunk. Digipik. Iránytű. A Moonshine, az is megvan. Két notebook, nagyon fontos. Tóltartó. Mondjuk ez csak moonshine jug, lehet, hogy üres. Ezt nem tudjuk. Spyglass. Ó, és a pozsgások. Tracking szenzor. Jön egy quest item, oké. Okay. Jó. Fura is volt, hogy miért nulla a tömege, de... Quest item.
Oké. Na, és még meg akarom nézni. You know the drill, Vasco. Protocol Indigo means no deviations, no distractions, no dalliances, in short, no fun. Unless, as strictly defined by Sarah, said deviations, distractions, and dalliances are completely necessary in getting this fine vessel, the Discovery class Starship Frontier, back home in one piece. I guess. Megint bugos a bot. Ó, igen. Valamit a Twitch mókolt szerintem, úgyhogy lehet, hogy kell valami. Oké, ezt akarom megnézni. Inspect. Semmit nem lehet vele csinálni. Hát ez remek. Jó, oké. Na, akkor most kéne mennünk a Hold felé, ugye? Térkép. Na, itt a Hold. There it is. Nova Galactic Star Yard, still orbiting Earth's moon. This is where the first interstellar ships were made. People still use their modules, even though their star yard hasn't been running in forever. Oké, tehát itt készültek az első ilyen csillag hajók. Tehát amíg így a csillagok között tudtak közlekedni. Azt mondja, felejtsük ezt a fosztos artifektet, én a Holdon akarok sétálni. It's all ancient history now, but the Earth lost its atmosphere. A szívás. Humanity had about 50 years to evacuate the planet. That's kind of how the United Colonies government started, managing the exodus. Earth is more or less a dust ball now. You can occasionally find a few remnants of the world we left behind on the surface, but not much. Keep your weapons ready. Never know who else might be scavenging there. Oké, tehát közel kell menni, és akkor lehet dokkolni. Jó, adni kéne a rendszerekre egy kicsit. Ezt megint nem látjátok a nagy fejemtől, de... Oké, na, menjünk. Twitch-e jó update. Ah, akkor kell a fix. Jó. Chat history Twitch-e, ahol lehet megnézni? Pff, hát, ezt nem tudom. Azt tudom, én meg tudom nézni a nézőknek a chat historiát. De hogy ti hogy tudjátok, azt nem tudom. Hogy is? Shit, nem. Na jó. Így gyorsabb. Na, és akkor most gondolom föl kell venni a ruhát. Biztonság kedvéért. Csak beöltözünk.
Mire levettem. Spacesuits, igen. Helmets, igen. Jössz rá? Oké, menjünk. How can I be of service, Captain? Jó, nem kellett volna a ruha, ahogy látom. Vanguard Moara. Looks like spacers were scavenging around here and someone else came in and said hello. Oh, this won't be your last encounter with a spacer crew. They pillage abandoned facilities and shoot anyone who gets in their way. They're even less organized than the Crimson Fleet. Just countless desperate groups scavenging and killing to survive. Greetings, Captain. Jó. Hát menjünk. Logged. Oké, tehát ez a Star Yard. Hát igen. Tényleg nincs ami jó állapotban. Ó, itt már megy a pitty-puty. Szintet léptünk. Ilyen random dolgokba beakadok. Sara! Oké. Veszünk egy kis rántott csirkét. Próbálom azt lőni, nevermind, csak hát ugye a skill, az hiányzik. Lootot ne hagyjuk itt. Már csak a lőszer miatt is.
Okay. Sneaketekbe kéne? Hát akkor megpróbálunk sneakizni. Ha van még egyáltalán enemy. Hát lehet, hogy nincs. Ez egy bonzterem? Talán. Nem biztos persze. Ezek a vegyészek. Tranquility. Zsákolva. Nem ez a hűtő. Oké. Log. Ez expertizékel. Nem tudom, hogy akkor azzal lépjük. Itt mi történt? Hegyben állnak a testek. Security level novice. Ó, hogy is volt? És a budiba be tudtunk jönni. Jó, itt van egy weapon case. Az, ez mindig kellett. Az egy szalá csapatja neki, azt kell, hogy mondjam. Bokán dobtam gránáttal és belehalt. Figyelj, így is lehet a gránát hatásos egyébként. Tehát így hozzávágod a csávóhoz és így így agyonvered vele. Semmit nem zsebzett rajta a gránát. Az égvilágon semmit. Jó, lehet, hogy gyenge a gránát. Na, hát most... Workroom.
arra kéne tovább menni. Benézünk ide. Ja, arra megyünk tovább. Hát ez remek. Na, most gondolom most felrobbant, hogy... Vannak vagy ketten. Epic item. Automatic Grand Crew. Micsoda? Azt mindjárt megnézzük. Hum vagy? Sara, mit csinálsz? Beugrottunk ide. Vanguard Morris late. Megy a Neptunusra? He's almost daring the spaces to come after him. It's actually... Brotorod's destroying one of their ships than fighting them all at once here. Jó, akkor ennyien voltak? Nem, azt hittem nem tudok bemenni. Várjátok, mit vettünk mi fel? Valami spacesuitot felvettünk. Automatic Grand Crew spacesuit. Minus 15% incoming melee damage. Automatically use a mat pack when hit. And health is about 25%. 60 másodpercenként egyszer heal-el. Oké. Okay. Jó, még itt körbeszaladunk. Oké, okay, tudnánk upgrade-elni.
annyi heal van ebben a játékban. Mondjuk lehet, hogy csak a Last of Us után tűnik soknak. De rengeteg. I quit. Gondolom. Itt egy szék. Jó, menjünk tovább. Utility headphone cap. Isotopic coolant. Néha így a loot olyan érdekes kombinációban jelentkezik. Tehát olyan meglepő párosítások jönnek néha. Csak megtaláljuk az utat. Na. Oké. Sentinels Deep Mining Space. Okay, that's it. Legendary. Sell some of your junk. Aluminum. Az mi? Fura ez az amerikai akcentus. Jó, de milyen? Igen, és akkor ez mit tud? 15% incoming energy damage, 50% fall damage. Ez fontos. 75% esély. Ha 75% esély van arra, hogy 50%-kal csökken a damage, hogyha állunk. Tehát ha állunk, akkor van rá 75% esély, hogy 50%-kal kevesebb lesz a damage. Jó. Na, és akkor körbe haladtunk, akkor gondolom menni kell a Neptunusra. Igen. Shown map. Szerintem megint nem tudunk majd fast travel-ölni. Igen. Akkor vissza a hajóra. Köszönöm a cheert, Sherit Adri. Amúgy én ennek amúgy én is minden reggel örülök, hogy nem hóttan ébredek. Ó, Istenem. Na. Oké. Jól hangzanak ezek a cuccok egyébként, de gondolom akkor ezt majd akkor érdemes használni, hogyha olyan feladatot teljesítünk, mert például most a fall damage ilyen küldibe nem sok értelme van. Ez mondjuk nem tud semmit alapvetően, mármint az alapstatjaink kívül. Szóval, ja, de ez jól néz ki. Jó, ezeket letesszük. Oké, felvettünk egy csomó fegyvert. Anti-personnel modified grendel. Anti-personnel. Hát a legtöbb fegyver anti-personnel egyébként. Arra találták ki. Legalábbis az ilyen. Na mindegy. Hát a pisztoly marad. Meg ez a bökő, ezt letesszük.
Equinoxból leteszünk 6-ot. Ezeket majd el kéne adni. Az a helyzet. Összetesszük mindet. Kraken. Micsoda fegyverek. Megint egy csomó baltát felvettünk. Oké. Okay. Jó. Nem tudom, miért van nálunk ennyi pak egyébként. Ez marad ez az egy, ez kész. Apparel. Teal Engineering Outfit. Nem lehet megpörgetni Andit, csak hogy lássuk körbe. Nem baj. Oké. Fölvettünk egy ilyen helmetet. Sodás. Oké. Jó. Eldobáltuk az összes granyót. Van itt amúgy? Nincs. Na, akkor szerintem mehetünk a Neptunuszra. Nem tudtunk magunkkal elhúzni az űrállomást, képzeljétek. Várjátok majd itt a Hold a Show Resources. És itt nem tudunk leszállni. Vagy igen? Na várjátok. Csak nézzük már meg, nem? Még ennyire a Földön is leszállhatnánk. Megnézzük akkor azt is, hogy oda le tudunk-e. Hát az a baj, hogy a Hold térképére annyira nem vagyok felkészült. Ott az a Tranquility... Tranquility. Na mindegy. Valahol ott landolt valami a nyugalom tengere, vagy mi a neve annak a... Hova megyünk? Erre, ugye? Ja. Oh, I'm on the moon. És nincs lábnyomom. Kamu. Extreme solar radiation. Tényleg, mi van valami egyébként? Azt mondja, hogy surface map. Hát valami van. Megnézhetjük. Mekkor átugrunk mi? Aha. És itt az oxigén is lassabban fogy. Ahogy futunk. Jó, hát ha sprinterünk, akkor fogy. De így annyira nem vészes. Ezt megnézzük, és akkor utána megyünk a... Neptunra. Mert nem biztos, hogy bármit is tudunk most csinálni, de...
Abandoned research tower. Így szétszórva elhagyni a mappákat, nagyon felelőtlen dolog. Quite an impressive facility, obviously built for scientific study. Oh, can you imagine the resources it took to construct? Bejött egy hatalmas szúnyog, képzeljétek. Tudjátok, az a rohadt nagy. Ez már akkora, hogy már lassan beszállna a rezsibe. Amúgy. Oh, shit. Na mindegy, megpróbálok nem agyfasz kapni tőle, hogyha belerepül az arcomba. Ez mi volt? Fölrobbant valami a kukában. Szara, mi volt ez? Ő se tudja. Egy gomb. Na gyere! Menjünk fel. Szere nem jön. De miért nem tudok ezekbe a... Hú, itt sokan vannak, amit látom. Szará? Brother. De hol van? Ki tudja mi? Mindenhonnan beszélnek, de egyszerűen... És így el lehet közben olvasni a
Érted? Hogy fogni a töltényünk. Szerá? Várj! Mi ez a tücsökpöcs? Történik. Mellé lövöm mindent, vagy ennyire szar ez a fegyver. Jó, meghalt. Hol kell kikapcsolni ezt a riasztót? Itt. Nagyon jó. Valaki még itt... Ó, még itt vannak sokan, most nézem. Itt a... fejem mögött. De hogy tudok ezekbe a hely... ide... Vannak vagy ketten. Ez a fegyver, ez rettenetes. Miért nem cserélem ki? Hát... Igen, megvannak. Na merre lehetnek?
Tej. Hyperkatalizt. Legyen az bármi is. Megyünk tovább. Nem, most nem tudom kikapcsolni a riasztót. Ezeket valahogy nem tudom kinyitni. Robot Control Interface. Update Friend Foe Settings. Read the User Manual. Protect Current User. Oh. Ennyi? Ennyi, oké. Okay. Hello. If you are in need of supplies, I suggest speaking with the nearby humans. És akkor ő most így velünk van? Vagy? Na mindegy. Meg kéne találni az utat. This laboratory might prove to be quite fascinating. Tudom állít... oké. Jó. Az ellent kéne megkeresni. Az a helyzet. De mintha még lettek volna, nem? És csak hova tűntek? Vagy én tűntem el? Mármint, hogy én tévedtem el? Az könnyen lehet. Itt már voltunk. A pozsgást ne hagyjuk itt. Itt már biztosan voltunk. Jó, hát lehet, hogy akkor itt más már nincs. Kafetéria. Igen, most eljövünk még egyszer erre. Nem, ez más. Oké. Ja, erre jöttünk. Hát akkor itt lehet, hogy nincs más. Ja. Jó. De megint itt beszél valaki. Csak nem tudom, hogy hol. Erre. Ah, igen. Mi behílelt? Vagy mit csinált? Körbenézzük megint. Igen, erre jöttünk. Oké, akkor menjünk tovább föl.
storage. De itt is voltunk már, nem? Ellok, itt meg ki lehet jönni. Ja. Na, ez a hold. Hú, ez meg valami nagyon nagy valami. Te út. Nem tudom, a izét látjuk-e. Az föld, az pont a másik oldalon van, mi? Ja, most ezt nem látjuk. Oda föl tudok ugrani. Ó, simán. Még ide is. Na jó, ide lehet, hogy nem. Na, hát akkor ez egy remek pillanat arra, hogy itt most megpihenjünk, úgyhogy innen fogjuk folytatni holnap, de már megállunk. Hú, szerintem ki is lépek a játékból, mert nem akadozik a dolog. Úgyhogy innen folytatjuk. A heti menetrend elvileg 90%-os biztonsággal megtekinthető. Alapvetően a csütörtök, ami egy kicsit kérdőjeles, az még ceruzával van beírva, mert nem tudom, hogy mikor érek haza, de egyébként a többi az viszonylag fix. A Shoresource az, ami még esetleg kérdéses, hogy szombat vagy vasárnap, de nagy valószínűséggel szombaton lesz. Na, úgyhogy akkor én megköszönöm a figyelmet, köszönöm szépen, hogy ma is itt voltatok. Köszönöm a türelmet, hogy múlt héten ugye nem volt stream, egész végig, és hát igen, de mindegy, most már tényleg próbálok így picit úgy stabilabban lenni, mondom, ilyen heti 3-4 stream, aztán ahogy sikerül. Köszönöm szépen a Cheer Nevermind, nagyon szépen köszönöm, még egyszer köszönöm szépen a figyelmet, és akkor holnap folytatjuk a Starfieldet. Addig is kívánok nektek további kellemes estét és kellemes hetet. Találkozunk holnap is. Szevasztok!